Szóval amit itt látunk, az a Katalpa Bignonides nana, és hát valószínűleg ez ilyen 30-40 éves példányok lehetnek, kettő darab kiültetve, ugye hát látjuk ott az oltásnak a helyét, tehát ugye látjuk ezeket a hát nem mai fákat, és hát igazából szeretném önöknek megmutatni, hogy hát hogy néz ki egy fa életének a vége. Jó, tehát itt most gyakorlatilag itt tehát hogy kijövünk, igen, és akkor megpróbáljuk egy kicsit így körbe járni ezt a fát, és megnézni, hogy micsoda fantasztikus, tehát így ilyen időskorára hozza ki azt a formáját, amiért valójában hát ültették, mondhatni, hogy nekünk ültették, valakik olyanok, akik nem is sejtették, hogy ezek a fák ezt a kort meg fogják érni, hát fantasztikus. Tényleg nem tudom megmondani, de hogy legalább 30-40 évesek lehetnek azok a fák, az egészen biztos. Tehát két Katalpa Bignonides nana, tehát két állandóan gömbkoronát nevelő szivarfa, ami tehát azt jelenti, hogy ezek mindig gömbkoronájúak lesznek. Természetesen akkor, amikor ilyet ültetünk ugye a légvezetékek alá bárhová, akkor azért nem ezzel a formával kell számolni, hanem egy ilyen állandó, egy ilyen determinált növekedésű, mindig, tehát nyírás nélkül gömbkoronát nevelő szivarfára, de azt azért látni kell, és hogyha itt most megfordulunk, akkor egyébként hát a sors pont úgy hozta, hogy itt pedig látunk a maga teljes valójában egy Katalpa Bignonides, tehát egy szivarfát, az alapfajt. És akkor ezzel nagyon szépen itt akkor össze tudjuk hasonlítani, hogyha az ott az alapfaj, akkor ez itt pedig, hát maga ugye a gömbkoronájú, de hát ez egy sok-sok évtizedes példány, akár már fél száz éves lehet, ezt ugye nem tudom, de azt látjuk, hogy ilyenkorra ez a gömbkorona egy picikét is szétesik, és így az ágrendszer az gyakorlatilag, hogy így gyönyörűen megfárad, így szépen lassan így leér így a földig, és hát így fejeződik be aztán szépen lassan ennek a fának az élete. Remélem, hogy azt azért itt a városkezelők még sokáig meg tudják óvni ezeket a fákat, de azért érdemes ezt is látni, hogy honnan indul egy fának az élete, és milyen ívben tart hová, és azért azt is örömmel láthatjuk, hogy egy ilyen nagyon szép gömbkoronájú szivarfának az életének a vége, amikor már nyugdíjba vonul, akkor is lenyűgözően szép, és tényleg ilyen festői hatást lehet vele elérni.